Sziasztok! Ez az Access Point Kft. Vlog 5. epizódja. Ebben a részben az Ubiquiti Networks legújabb otthonra szánt Wi-Fi megoldását, az Amplify-t fogjuk vizsgálni. A termék formavilága kifejezetten egy modern nappaliba lett tervezve. Az eddigi megoldásoktól eltérően az Amplify nem erőből próbálja megoldani a lakásunk lefedettségi problémáit. A készletben találunk egy központi egységet, valamint két darab kiegészítő Meshpoint névre hallgató Wi-Fi eladót, amelyek az előző adásainkban ismertetett Mesh technológiával kapcsolódnak egymáshoz. Térjünk rá a műszaki tartalomra, ahol a csúcstípusnak számító Amplify HD-t vesszük most górcső alá. A központi kocka 5 darab gigabites Ethernet porttal rendelkezik, amiből egyet az internetes, négyet pedig egyéb belső hálózati eszközök csatlakoztatására használhatunk. A meshpointoknak nincsen Ethernet ajzatuk, mivel vezeték nélkül csatlakoznak a központi eszközhöz. Az Amplify tápellátása USB-C szabványon keresztül történik, a szatellitek pedig közvetlenül a konnektorból kapják meg az áramot. Mindkét típusú eszköz 1750 megabit per szekundum névleges kapacitású, két normás, 8211 AC, 3x3 MIMO rádióval rendelkezik, melyet beépített körsugárzó antennával láttak el. A lefedettség optimalizálása érdekében a meshpointokat egy mágneses gömbcsukló segítségével állíthatjuk a megfelelő irányba. Szintén komoly fejlesztés a telepítési folyamat leegyszerűsítése, aminek segítségével szinte bárki be tudja állítani a berendezéseket. A konfiguráláshoz Android vagy iOS rendszerű okostelefon szükséges. Töltsük le az Amplify applikációt, majd engedélyezzük telefonunkon a Bluetooth és vagy Wi-Fi kapcsolatokat. Adjunk internet elérést a berendezésnek, és várjuk meg, míg a szoftver felismeri azt. Ezután már csak egy SSID-t és titkosítási kulcsot kell megadnunk. Mindössze ennyi lépésből elindítható az eszközünk. Ugyanezt az alkalmazást használjuk minden további beállítás elvégzéséhez, akár otthonunktól távol is. Ehhez az Ubiquiti központilag nyújt támogatást, amihez Facebook vagy Google fiókunkkal férhetünk hozzá. Külön jó pont jár a központi egységre helyezett színes érintő kijelzőért, melyen több előre definiált képernyőből válogatva minden lényeges információt elérhetünk. Ez volt a Vlog 5. epizódja. Amennyiben tetszett nektek, iratkozzatok fel csatornáinkra a hétről hétre érkező tartalmakért. Jövő héten megnézzük az Amplify beállításait, és hogy hogyan teljesít valós körülmények között egy belvárosi lakásban. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!